The Holy Roman Empire stretches across a vast expanse of Europe. Ruled over by the Emperor, who is crowned by the Pope himself, the Empire's influence is strong and far-reaching. A német-római birodalom gyökerei egészen a frank birodalomig nyúlnak vissza. A 6. és a 8. század között a Rajnától keletre lakó német ajkú törzsek fokozatosan frank uralom alá kerültek, a frank államban területi politikai szervezetet nyertek és felvették a kereszténységet. A frank birodalom, s különösen Nagy Károly öröksége a továbbiakban évszázadokon át meghatározó szerepet játszott mind a francia, mind a német királyság sorsának alakulásában. Nagy Károly birodalmának felosztása három unokája között Verdunben 843-ban még beleillett a frank királyság több évszázados gyakorlatába, a kortársak számára nem tűnt végérvényesnek. A 9. század végén Nagy Károly birodalma újra egy kézben egyesült. Harmadik Vastag Károly keleti frank királyt 881-ben Rómában császárrá koronázták, majd 885-ben a nyugati frank előkelő kisőt választották királyuknak. Ez az egység azonban mindössze 2 évig tartott. Károly alkalmatlan volt az uralkodásra, ezért 887-ben a keleti frank előkelők megfosztották a tróntól, s unokaöcsét Arnulfot választották királlyá. Károly ezután hamarosan meg is halt, s ezzel ténylegesen részekre szakadt a birodalom. Egyes korabeli forrás szerint a teuton frankok és a latin frankok elváltak egymástól, és így a Rajnán túli törzsek külön fejlődési útra léptek. Midőn Arnulf fiával, negyedik gyermek Lajossal 911-ben kihalt a karolingok német ága, fel sem merült, hogy a karoling nyugati frank uralkodót hívják meg a trónra, hanem a német törzsi hercegek közül választottak királyt. 921-ben a keleti és a nyugati frank király bonni találkozójukon kölcsönösen elismerték egymást, és ezzel hivatalosan is megpecsételték a végleges szétválást. 880-ban a Ribemonti szerződéssel egész Lotaringia a német királyság birtokába került. A frank elnevezés még a szétválás után is sokáig tovább élt. A német királyságot hivatalos iratokban a 10-11. Században is általában Regnum Francorumnak nevezték, bár már abban az időben is felbukkant a Regnum Teutonicorum elnevezés, de utóbbi csak a 11. századtól vált általánosan használatossá. Bár a királyi hatalom felaprózódása nem öltött olyan nagy mértékeket, mint a nyugati frank területeken, de német földön is meggyengült a királyság, és létrejöttek a törzsi hercegségek, melyeket az egykori karoling birodalmi arisztokrácia leszármazottai és egyes kiemelkedő családok irányítottak. A 10. század elejére 4 hercegség alakult ki. A szász, a frank, a sváb és a bajor. Hamarosan felzárkózott melléjük Lotaringia, viszont Türingia nem tudott önállósulni, hanem a szász hercegek uralma alá került. Ezek a hercegségek a 10. század elején laza hűbéri kapcsolatban álltak a királlyal, és igyekeztek önállóságukat bővíteni. Ebben a rendszerben a királyi hatalom elsősorban 3 pilléren nyugodott. A király saját hercegségének erőforrásain, a karolin korból örökölt királyi birtokokon, valamint a birodalmi egyház feletti rendelkezésen. A Karoling dinasztia kihalása után ezek a törzsi hercegek választottak maguk közül királyt, mégpedig Otto szász herceg javaslatára Frank Konrádot, aki sikertelenül igyekezett a törzsi hercegek hatalmát korlátozni, s a portyázó magyarokkal szemben is tehetetlennek bizonyult. Első Konrád okult saját kudarcából, s halála előtt nem öcsét javasolta utódjául, hanem a legnagyobb hatalmú herceget, a szász Liudolfing családból származó Henriket. A szász dinasztia trónra kerülése fordulatot jelentett a német történelemben. Kezdetét vette az a folyamat, melynek során a keleti frank királyságból a törzsi hercegségek laza szövetségéből megszületett a német állam, majd létrejött a német-római császárság. Első Henriket 919 tavaszán a szászok és a frankok királyá választották. A svábok és a bajorok azonban egyelőre másképp döntöttek. Arnulf bajor herceget választották a német királyság uralkodójává, ám 2 éven belül ők is behódoltak Henriknek. Henrik sikeresen elérte, hogy utódjául fiát válasszák meg, és szakított azzal a gyakorlattal, mely a Meroving és a Karoling frank államban egyaránt szokásban volt, miszerint az uralkodó felosztotta a birodalmat fiai között.
Másodszülött fiát Ottót jelölte ki egyetlen örököséül, s ezzel biztosította a királyság egységét és oszthatatlanságát. Ottó trónörökössé történő válását testvérei érthető módon nem díjazták, mivel ők is szerettek volna egy szeletet ebből a jó nagy habos tortából a régi rendszernek megfelelően, de a kialakult küzdelemben vereséget szenvedtek. Thankmart menekülés közben megölték, Henrik azonban kétszeri lázadás után is kegyelmet nyert bátyjától, s a törzsi hercegi család kihalása után megkapta Bajorországot. A legfiatalabb testvér Bruno egyházi pályára ment, s bátyja kölni érsekké tette meg őt. Első Ottó hatalomra kerülve elérte, hogy 949-re mindegyik hercegség az ő családja kezébe került. Persze ez sem jelentett abszolút biztosítékot a hercegek esetleges önállósági törekvéseivel szemben, hiszen 953-ban saját fia, Liudolf sváb herceg, valamint veje, Vörös Konrád lotaringiai herceg kelt fel ellene. Miután a felkelés összeomlott, Liudolf és Konrád kegyelmet kapott, de elvesztette hercegségét. Lotaringiát Ottó ekkor öccsére, Bruno kölni érsekre bízta. Első Ottó jól használta ki, hogy a hercegségekben is fokozottabb mértékben érvényesítse a királyi felségjogokat, elsősorban a bíráskodás és az egyház feletti rendelkezés terén. A királyság hatalmának és tekintélyének megnövekedéséhez hozzájárult az országot dúló magyarok felett aratott győzelem. Henrik jól kihasználta a magyaroktól 926-ban évi adófizetés ellenében vásárolt 9 évi békét, megszervezte a védelmet, átalakította a hadsereget, különösen a lovasság létszámát növelte, s az adófizetés felmondása után 933 tavaszán a Riadénál nagy győzelmet aratott felettük. Első Ottó Augsburg melletti győzelme 955-ben egyszer s mindenkorra véget vetett a magyar kalandozásoknak német földön. Első Henrik és első Ottó a külpolitika irányítását is kivette a törzsi hercegek kezéből. Az Elba és Odera között élő szláv törzsek a német király adófizetőivé váltak, területükön őrgrófságokat szerveztek. A politikai szervezéssel párhuzamosan haladt a német kolonizáció és a keresztény hittérítés az első Ottó által létrehozott, s 968-ban érseki rangra emelt magdeburgi egyház központi irányításával. Az Elba és Odera között püspökségek létesültek, s német papok vezetésével folytat cseh és a lengyel misszió is, melynek előrehaladását jelzi a poznani és a prágai püspökség megalapítása. Mindkettő a német egyház szervezetbe tagzódott. A magdeburgi, illetve a mainzi érsekségnek voltak alárendelve. A cseh hercegség nem csak egyház szervezetileg kapcsolódott a német királysághoz, hanem politikailag is. A cseh herceg a német király hűbéreseként előkelő helyet foglalt el a birodalom területi fejedelmei között. Az Ottók keleti politikájának legjelentősebb eredménye azonban az önálló lengyel és magyar egyházszervezet létrejötte volt az ezredfordulón. Ez a két ország politikailag is önálló egységként kapcsolódott be az európai keresztény népközösségbe. Mikor 936-ban első Henrik meghalt, a korabeli szász krónikás joggal nevezte őt az európai királyok között a legnagyobbnak. Még inkább megillette ez a cím első Ottót, akit a hadsereg az augsburgi győzelem után imperátorként ünnepelt, illetve a korabeli közvélemény is elismerően beszélt róla. Érthető tehát, hogy Ottó előbb-utóbb igényt tartotta arra, hogy Itáliát és Rómát, s ezzel együtt a császári koronát is megszerezze. Annál is inkább, mert úgy vélte, hogy a magyarok feletti győzelemmel és a szláv misszió sikereivel, mint a pogány barbárok legyőzőjét, a kereszténység terjesztőjét, és az egyház védelmezőit megilleti őt a császári méltóság. Amikor a frank birodalom felbomlása után létrejött királyságok közül az itáliai királyság élén álló Lothár 950-ben meghalt, küzdelem indult az itáliai trónért. A harcban a meghalt uralkodó özvegye Adelheid arra kényszerült, hogy külső segítséget kérjen. Így első Ottó támogatását kérte a legveszélyesebb trónkövetelő Berengár őrgróf ellen. 951-ben Ottó és serege megindult Itáliába, ahol győzelme győzelemre halmozva visszaverte a trónkövetelőket, érdemeinek elismeréseként pedig megkapta a Longobárdok királya, vagyis az Itália királya címet. Első Ottó már ekkor folyamodott császárra koronázásáért, de Róma ekkor még elutasította kérését. Alig 10 évvel később azonban az itáliai események és legfőbbképpen Berengár újabb támadásai már Rómát fenyegették, ekkor maga a pápa kérte fel első Ottót Róma védésére. Ottó viszont határozottan kijelentette, hogy csak akkor fog seregeivel átkelni az Alpokon, ha a segítségnyújtásért cserébe a pápa császárrá koronázza.
A pápa beleegyező nyilatkozatát az Ottoneanum nevű oklevélbe foglalták, mely valójában egy alkut tartalmazott. Az Ottoneanum szabályozta a császárság és a pápa viszonyát. Mindenek előtt megerősítette Szent Pétert és helyettesét, a pápát mindazon területek birtokában, amelyeket elődei, Pippin és Nagy Károly adományoztak neki, biztosította a pápák törvényes, azaz az egyházjogi előírásoknak megfelelő szabad választását, de azt is előírta, hogy beiktatása előtt a megválasztott pápa köteles hűségesküt tenni a császárnak, akinek küldöttei jelen lesznek a pápai fennhatóság alatt álló területeken, s ellenőrzik a kormányzást és a bíráskodást. Mivel azonban a következő évben a pápa ellene fordult, kiegészítette az Ottoneanumot. A rómaiak tegyenek esküt, hogy a jövőben a császár előzetes hozzájárulása nélkül senkit sem választanak pápává. A lázadó pápát pedig a császár által összehívott római zsinat megfosztotta méltóságától. Maga a császár a koronázási ceremónia 962. február 2-án zajlott le Rómában. Ezzel létrejött a Német-Római Birodalom, mely közel 1000 évig fennállt. A császári címet ettől kezdve a német királyok nyerhették el, ha Rómába mentek a koronázásra, vagyis császár csak német király lehetett, de nem minden német király lett császár. Első Ottót, mint német-római császárt szinte azonnal elismerték a dél-itáliai longobárd hercegségek, sőt, még Bizánc is. A bizánci elismerés mögött egyrészt arab fenyegetés állt, másrészt első Ottó fiát, a későbbi második Ottót egy bizánci hercegnővel készültek összeházasítani. Az Itáliát fenyegető arab veszéllyel szembeni fellépés érdekközösséget hozott létre a két császár között. Bizánc végül is elismerte Ottó és utódai császárságát, és Ottó egy bizánci hercegnőt kapott fia számára feleségül. Itáliában és Rómában nem volt egyszerű feladat a császári uralom biztosítása. A római nemesség felkelt ellene, s Észak-Itáliában is zűrzavaros viszonyok uralkodtak. Első Ottó a császárák koronázása és a halála között eltelt 12 évből 9-et kénytelen volt Itáliában tölteni. Ez előrevetítette a jövőt, ugyanis a következő századokban a német királyok figyelmét és erejét egyre növekvő mértékben lefoglalta a császárság és az itáliai hegemónia megszerzése, ezért elhanyagolták a német ügyeket, és a királyi felségjogokat egyre inkább átengedik a területi fejedelmeknek. Első Ottó még életében megválasztatta és megkoronáztatta fiát, második Ottót, így a kis Ottó már 6 évesen német király, 12 évesen pedig társcsászár lehetett. Apja halálakor 18 évesen Szilárdan kezében tartotta a birodalom vezetését. Bár hatalomra kerülése zökkenőmentesen történt, mégis később akadtak problémái a trónkövetelőkkel. Unokatestvérével, Henrik bajor herceggel gyűlt meg a baja, aki az utókortól a civakodó melléknevet kapta. Plusz érdekesség, hogy Henrik bajor herceg nem volt más, mint első Szent István királyunk apósa. 976-ban meg is fosztották hercegségétől, de 985-ben visszakapta azt. Második Ottó külpolitikáját a terjeszkedési szándék jellemezte. Az ifjú császár elsősorban az arabok, longobárdok és Bizánc uralta Dél-Itáliát szerette volna megszerezni, így nagyszabású támadó hadjáratokat vezetett a félsziget déli területeire. A döntő csata Cortona mellett zajlott, ám a bizánciak itt győzelmet arattak. Második Ottó alatt került sor a magyar támadások nyomán összeomlott délkeleti végek újjászervezésére. 976-ban felújították az Ostmarkot, és megszervezték a Karantán hercegséget, melyből az ezredforduló után kihasították a krajnai és Steyr őrgrófságokat. Második Ottó fiatalon, alig 28 évesen halt meg, amikor fia és örököse a későbbi harmadik Ottó mindössze 3 éves volt. Ugyan a gyermeket megkoronázták Verónában, mégis jelentkeztek az első trónkövetelők. A legbefolyásosabb közülük nem meglepő civakodó Henrik volt, aki többször megpróbálta magához ragadni a hatalmat, az irányítást azonban második Ottó édesanyja Adelheid szilárdan tartotta a kezében. Végül 11 évnyi nőuralom után 994-ben nagykorúsították a 14 éves harmadik Ottót, aki végre megkezdhette valódi uralkodását.
Első Ottó tisztában volt császári hatalmának tényleges kiterjedésével és határaival. A rómaiak és a frankok császárának nevezte magát, s rómaiak alatt ténylegesen Róma és környéke lakóit értette. Unokája harmadik Ottó viszont egy univerzális, nemzetek feletti keresztény birodalomra lábrándozott. Ez a zseniális fiatalember, akit a kortársak a világ csodájának neveztek, nevelője és barátja, a kor legnagyobb tudósa a francia Gerbert hatására és sugallatára meghirdette a római császárság felújításának programját. Természetesen a keresztény császárok elsősorban Nagy Konstantin és Nagy Károly birodalmára gondolt, s koncepciójában a keresztény misszió központi szerepet játszott. Ezt fejezte ki azzal, hogy római császári titulusát kiegészítette a Jézus Krisztus szolgája, majd később az apostolok szolgája címmel. Székhelyévé Rómát tette, ott építette fel palotáját a Palatinuson, s onnan kívánta irányítani II. Szilveszter néven a pápai trónra emelt barátjával és nevelőjével, Gerberttel együtt, azt az egyetemes keresztény birodalmat, melynek az ő szemében Itália, Gallia, Szklavinia, Germániával egyenrangú tagjai. Harmadik Ottó álma a nemzetek feletti keresztény császárságról nem volt megvalósítható, hiszen 1001-ben még székvárosából is elűzték őt és Szilveszter pápát a fellázott rómaiak. A 22 éves korában elhunyt harmadik Ottónak nem volt gyermeke, de a Szász dinasztia hatalma és tekintélye már annyira megszilárdult, hogy utódát is e család oldalágából választották. Gizella magyar királyné bátyját, aki II. Henrik néven foglalta el a trónt. Vele végleg kihalt a Szász ház férfi ága, de az ezután trónra kerülő Szálli dinasztiára azért esett a választás, mert női ágon rokonságban álltak az Ottókkal. II. Konrád első Ottó leányának dédunokája volt. Miután a trónutódlás folyamatosságát és a királyi hatalom egységét sikerült biztosítani, a szász uralkodók legfőbb törekvése a királyi hatalom megerősítése, a törzsi hercegségek különállásának megszüntetése volt. Igyekeztek azokat integrálni a megerősödött királyság keretei közé. A Szálli dinasztia királyai elsősorban II. Konrád az Ottók politikáját folytatták tovább, de a királyságot új társadalmi erők bevonásával igyekeztek megerősíteni. Az egyház mellett elsősorban a nemesség alsóbb rétegeire, a kishűbéresekre és a minisztriáliszokra támaszkodtak. Konrádot nagyhatalmi elképzelései 1030-ban Magyarország megtámadására sarkalták, annak hűbéri hódoltatása céljából. Erre a Fisa és Lajta folyók közti magyar határterületekre apránként beszivárgó és az azt megszálló bajor telepesek zaklatását hozta fel ürügyül. Első Szent István magyar király a felperzselt föld taktikáját alkalmazva visszaverte, sőt Bécsnél be is kerítette és megadásra kényszerítette a császár seregét. Az 1031-es békekötés eredményeként Konrádnak a Lajta Fisa közét, valamint a Morva folyó egy kisebb területsávját is át kellett engednie a magyar királynak. A kora középkori német királyság a 11. század közepén, 3. Henrik uralkodása idején élte virágkorát. Az első Henrik és első Ottó által kezdeményezett fejlődés ekkor teljesedett ki. De ekkor jelentkezett a rendszer válsága is. Harmadik Henrik támogatta az egyházi reformot, különösen amíg az egyház belső megtisztulásáról volt szó, de hamarosan kiderült, hogy ez a reformmozgalom bizonyos határon túl már nem egyeztethető össze a birodalmi egyház rendszerével, ami pedig a német királyság alappillérét jelentette. Harmadik Henrik ültette a pápai székbe azokat a német főpapokat, akik kezdeményezői voltak annak a mozgalomnak, melyet Gregorián reformnak nevezünk, s amely az investitúra harc kirobbantásával alapjaiban rendítette meg a német királyságot.